Régi csoki. Régi-régi csoki, de még úgy néz ki helyető. Egy pillanat, srácok, a csokiba muszáj beleharapni. Lincsi! Na nézzük csak, mi ez alkalmas ajtó itt. Zárva a kibaszott ajtó. És van itt egy tábla, amin az olvasható, hogy nem fog kinyílni, csak első osztályú vészhelyzet esetén. Szóval ne is rángass, hülye gyerek. De fenne az a csoki, te úristen. Szuper. Na. Ígérem, többet nem fogok csáncsogni a fületekben, ne haragudjatok, hogy ez valaki bárkit is zavart, de annyira vágytam már erre a csokira, te úristen. Na. Kerozin. Újratöltés, köszönöm. Ugyanis. Itt aztán lehet kezdeni fog. Mindenféle finomságot fel tudunk itt szedni. Ide mindennel. Hello! Picsába. Picsába. Hely, van itt még egy. Azt a mindenit. Na tessék erre jönni. Tessék szépen lassan megtalálni erre az útját, fiatalember. Helyes. Akkor hát magácskát el kell, hogy égessük. De azért a haverja is felgyulladt. Semmi gond. Előfordulnak balesetek. Ó, egy emólemez, ide veled. Helyes. Összesen 3 emólemezt kell összeszednünk. Nézzük csak, ez az ajtó. Elektromosan van zárva. Oda egyelőre emiatt nem tudunk bemenni. Na, lent viszont még kicsit rendet kell raknunk zombi ügyileg. Szuper. Viszont egy picit pakoljunk le, mert sok lesz a növényekből. Sok lesz, sok lesz, sok lesz. Énni, valamint egyelőre az emó lemezekre sem lesz szükségünk. Egyelőre ezek is menjenek be ide a helyükre. Szuper. Már egy picivel könnyebb Jillnek a valaga. Popsia, szépen mondva. Akkor hát, induljunk el az alsóbb szintekre. Isten hozott mindenkit a laboratóriumban. Annak határozottan hálás vagyok, hogy főhőseink soha nem fertőződnek meg a vírussal. Hogy ez mennyire nagy könnyebbség. Na tessék jönni. Igen. Tessék a sötétben tapogatózni. Picsába. Oké, semmi gond, ezért hoztunk magunkkal ilyet. Hogy ezt csinálhassuk. A fenébe el se hiszem. Te is meghaltál, na jól van. Több zombi? Nincs? Nem hiszem el, hogy nincs. Ó, egy tör! Szuper. A polcok tele vannak kicsi és nagy tárlókkal. Apró tojások ragadtak ezeknek az oldalára. Nincs több zombi. Hát akkor... Hát akkor... Itt az fog történni, hogy...
Nekem ugyan nem hiányzik, hogy így bíborfejűek rohangáljanak. Szuper. Akkor hát... Még gyorsan töltsük újra a kerozinos laskánkat. De igaz, akkor már csak egy égetésre elég kerozin van benne. A nagy tárolóban. Sajnos ettől félek. De az is több, mint a semmi. Plusz még vannak lángoló robbanó fejeink is. Ó, még kettőre volt elég, viszont most már tudjuk, hogy kifogyott, aha. Viszont még van legalább kettő vagy három lángoló robbanó fejünk is, szóval hogyha annyira elkeseredetté válna a szituáció, még azzal is tudunk zombikat égetni. Na, befelé. Erre kell mennünk, ha jól tudom. Aha, mert ez a két szárnyú ajtó van nyitva. És hoppácska, ide veled első segélydoboz. Nyissunk ki téged, első segélydoboz. Kettő zöld növény mixtúrája van benned, nagyon örülünk neki. Na, az MO lemezeket ennek a hatalmas ajtónak a kinyitására lehet használni. Elektronikusan zárva van, és három kar van ugyanott itt, amivel ki lehetne nyitni, viszont maguk a karok is le vannak zárva, és azokhoz kell majd konkrétan az MO lemezeket használnunk külön meghatározott terminálokon, hogy magukat a karokat a működésre tudjuk bírni. Szuper, te zárva vagy. És te? Ó! Aha! Jól van. Itt elvileg van először egy feljegyzés, amit kell kéne olvasnunk. A kutató levele. 1998. június 8-a. Drága Aidám! Ó! By the time you read this letter, I will no longer be the person you once knew. The results of my tests came today, and as I suspected, it came out positive. Mikor már olvasod ezt a levelet, már nem ugyanaz az ember leszek, kit egykor ismertél. A tesztem eredményei ma jöttek meg, és ahogy számítottam, pozitívak. I feel like I am teetering on the edge of reason just thinking about my impending doom. Oh. Úgy néz ki, megbolondulok, hogyha a közelgő végzetemre gondolok. I would give anything not to have become one of them. Bármit megadnék azért, hogy ne váljak egyik közülük. Nos, igen, a levél feladója is fertőzött a T-vírussal. As far as I know, you are not infected. Ahogy én tudom, te nem vagy fertőzött. I sincerely hope things do not reach such a desperate pass, but if it has turned out that you are now the last person remaining alive, I want you to get the material from the visual data room. Nézzük csak. Őszintén remélem, hogy a dolgok nem válnak ennyire, hogy is mondják ezt? Ennyire elkeseredetté, de ha úgy adódna, hogy te vagy az egyetlen élő ember, azt szeretném, hogy szerezd meg a vizuális adatszobában lévő anyagot. Then activate the self-destruct system in the power room and escape from here. Aztán aktiváld az önmegsemmisítő rendszert a generátorszobában, és szökj meg innen. Please do everything in your power to make this whole accident public. Kérlek, tégy meg minden tőlettel lehetőt, hogy az egész, hogy ezt az egész balesetet nyilvánosságra hozd. If everything is still running normally, you should be able to release all the locks using the security system. Hogyha még mindig normálisan fut, akkor képes leszel a zárakat kinyitni a biztonsági rendszer használatával. I have set up a terminal in the small security room, so that you can log into the system using my name and your name as the password. Nézzük csak. Beállítottam egy terminált a kis biztonsági szobában, így be tudsz jelentkezni a rendszerbe, használván az én nevemet és a te nevedet, mint jelszó. You will need another password to release the lock to the door in the basement level 2, where the visual data room is located. Szükséged lesz még egy jelszóra, hogy kinyisd az árat ahhoz az ajtóhoz, hogy kinyisd az árat a
az alaksor második szintjén lévő ajtóhoz, ahol a képi adatszoba is található. As a safety measure, I have coded that password into an X-ray picture. Az. I know you and I'm sure you will be able to work it out without any trouble. Nézzük csak. Egy ilyen biztonsági okokból kódoltam ezt a jelszót egy basszus, folyton elfelejtem, mit jelent az X-ray picture. Ezek ugyanazok a képek, amiket mondjuk a tüdőszűrő állomáson is csinálnak, de basszus, nem jut eszembe a nevük. Na mindegy, ilyen átvilágított képekre kódoltam a jelszót. Ismerlek téged, szóval biztos vagyok benne, hogy mindenféle probléma nélkül megfejted. There is just one more thing, and it is my last request. Már csak egy dolog maradt hátra, és ez az utolsó kérésem. I hope you never have to lay eyes on me in this state, but if you do happen to run into me in my hideous form, I beg you to put me out of my misery. I hope you understand. Remélem, hogy soha nem kell szemet vetned rám ebben az állapotomban, de ha mégis az történik, hogy belém futsz ebben a... De ha mégis megtörténne, hogy összetalálkozol felem ebben a szörnyű formámban, könyörgöm, hogy vess véget a szenvedéseimnek, remélem megérted. Thank you, Ada. Yours truly, John. Köszönöm, Ada. Örökké a tiéd, John. John, Ada. Na, és akkor nézzük ezt a képrejtvényt. Van először itt. Ó. Oh. Egy feljegyzés az üzenőfalon felkelti a figyelmed. Nézzük csak, there is something scrawled on the notepad. Van odafirkálva valami a kis jegyzettömbre. To use the electronic door, place the initials in alphabetical order. Hogy használd az elektromosan lezárt ajtót, ragd ABC sorrendbe a fontos belső szerveket. Hoppá, véletlenül még egyszer rányomtam. Oké, semmi gond. Drága, hogy hívják ezeket a képeket? Nem jut eszembe. Röntgenkép, igen. Na, oké. Gail Holland neve van rajta. Igen, csak nem jutott eszembe, hogy hogy is hívják ezeket pontosan. Röntgenképek. Clark David neve van ezen a röntgenképen. Na nézzük csak, pattintsuk őket fel ide. És hogyha átkapcsoljuk itt a világítást, akkor a röntgenképeknek bizonyos része pirossal fog világítani. Viszont valamiért az előbb felrakott két képen nincs változás. Viszont most átraktuk a... igen. Most már átraktuk őket, szóval... Szóval, hogyha megnézzük újra az elnevezésüket a belső szerveknek, akkor meg fogjuk kapni, hogy elvileg a megoldás és a jelszó az cell, mint sejt. Szóval John, Ada és cell. Ez a három jelszó. Amik kellenek majd nekünk. Már csak ahhoz a szobához kell eljutnunk, ahol azt a terminált tudjuk használni. Nézzük csak, hogy jól tudom, ez zárva van. Oh. Szupi, ez is zárva van. Mindkét ajtóra a generátor szobának a szimbóluma van felvésve. De ez a két szárnyú ajtó kinyílik. Aha, ez lesz az a szoba. Na nézzük csak, magnum töltények, ide veletek. Itt is van elvileg egy feljegyzés. We Act. Researcher's Note. Kutatók feljegyzése, We Act. There is now evidence that when the host loses consciousness, the body goes into a dormant state. Bizonyítékunk van arra, hogy mikor a gazdatest elveszti az eszméletét,
A test egy inkubációs állapotba kerül. During this time, the virus becomes active and rapidly transforms and reconstructs the basic composition of the body. Ez idő alatt a vírus aktívvá válik, és folyamatosan átformálja és újraépíti a test alapvető kompozícióját. The host eventually mutated into a humanoid creature, we call them V-acts. A gazdatest előbb vagy utóbb egy emberszerű lényé fog mutálódni, akiket V-acteknek hívunk. Ez konkrétan a tudományos elnevezésük a bíborfejű zombiknak. Its speed and amazing muscular development are particularly noteworthy. Sebességük és fantasztikus izomzati fejlődésük különösen említésre méltó. After transformation, it becomes more agile and aggressive. Az átváltozás után ügyesebbé és agresszívabbá válik. Already four of our researchers have died from trying to feed it, turning the place into an instant bloodbath. Már négy kutatónk belehalt abba, hogy próbálták megetetni, ezzel az egész helyet egy instant vérfürdővé változtatva. Ever since this tragic and barbaric accident, we have decided to call its kind Crimson Heads. Ezután a tragikus és barbár baleset után úgy döntöttük, hogy ezt a fajtát bíborfejűeknek fogjuk hívni. That dangerous and precious prototype specimen can't be left here. Ezt a veszélyes és értékes prototípus alanyt nem hagyhatjuk itt. We have to figure out a way to deal with it. Termination is definitely not an option. Ki kell találnunk valamit, hogy elintézhessük, de a megsemmisítés határozottan nem lehetőség. We finally decided to freeze the specimen and confine the body inside the basement of the backyard cemetery. Végül eldöntöttük, hogy lefagyasztjuk az alanyt, és eltároljuk a testét az alaksorban a hátsó kerti a temetőben. Most konkrétan az volt a legelső bíborfejű zombi, amit a négy masznak a helyre lakásával kiengedtük a koporsóból. Azzal találkoztunk, hogy a temetőnek a hátsó részén öltöttük meg. Na nézzük csak, más egyéb érdekesség van-e itt esetleg? Itt lefagyasztott testek találhatók, valamint számtalan vegyszer, amit még sose láthattunk, de ha minden igaz, itt van először is egy sokkorú elem, és ha jól tudom, még kellene itt valaminek lennie. Így is van, első segéddoboznak. Ennyi volt itt minden, amit fel tudtunk venni. Kukkancsunk csak bele. Volt benne egy zöld növény, nocsak. De akkor össze is keverődsz ezzel. Királyak vagyunk. Itt tudjuk a számítógépes rendszert használni. Nézzük csak, John a belépőnév. És akkor Ada a jelszó. Szuper. Na, és hogyha minden igaz, a képi anyag szobának a bejáratát ezzel a kóddal tudjuk kinyitni? Szuper! Sejt volt valóban a jelszó. Na, még egy szobát ki tudunk ezzel nyitni, de ezt már nem védi szerencsére jelszó. Több dolgunk nincs, mint hogy kilépjünk innen és elhagyjuk ezt a helyet. És akkor nézzük csak, egy szabad helyünk van még az eszköztárunkban. De ha minden igaz, akkor talán már csak egy zombival kell foglalkoznunk. Nem vagyunk benne biztos, de talán már csak igen. Már is kiderül. Ez az ajtó most már nyitva van. Hoppá, egy pucér zombi! Szuper.
Super, mínusz egy. Hogyha jól tudom, itt kell még egy zombinak lennie a sarok mögött. Hát, vagy mégsem. Az szuper. Oké. Na, ezeknél a termináloknál tudjuk használni az MO lemezeket ahhoz, hogy ki tudjuk engedni egy karnak a lezárását. Nézzük csak. Egészségedre. Találunk itt először diafiltereket, amikben konkrét felvétel nincs, csak vörös színű filterek, amit majd később valaminek a leszűrésére tudunk használni. Na de itt van egy egészségedre, itt van egy feljegyzés, egy fax. Jaj, nem mosson az utolsó kettő feljegyzés a játékban, ami annyi cifra szó tartalmaz, hogy nem igaz. Na nézzük csak, egy fax az egészségügyi division. Na megint nem jut eszembe, mit jelent ez a szó. Tessék? Hát divízió, ez így könnyű, de valójában magyarul mit jelent? Társulat, azt hiszem. Azt hiszem. Szarok bele, annyit fordítottam már, hogy nem igaz. Szóval az egészségügyi divíziónak. Nézzük csak. Címzett, Manager of Sanitation. Aha. Az egészségügyi menedzser a címzett, és nézzük csak, Raccoon Disaster Contingency Committee. Feladó, a Raccoon Katasztrófa Megelőzési Egylet. Közösség. Valamelyik stimmel. The contents of this fax are confidential and intended for the named addressee only. Na. Fordítsunk. Ennek a faxnak tartalma szigorúan bizalmas, és csak is kizárólag a megnevezett címzetteknek... írottak. Már most rosszul kezdődik. De értitek a lényeget. Any copying or disclosure of the contents of these facts and any third party is strictly forbidden by the sender. Bármilyen másolása... or disclosure of the contents... vagy a tartalmának nyilvánossá tétele ennek a faxnak bármilyen harmadik személynek szigorúan tiltott a feladó által. After reading the contents of this, fax, it must be destroyed immediately. Tartalmának elolvasása után ezt a faxot azonnal meg kell semmisíteni. Nos, valaki ezt nem tette meg. We expect significant increase in the damage done by the recent T-virus outbreak that initially estimated. Nézzük csak. Significant increase. Jelentős növekedésre számítunk a nemrég megtörtént T-vírus kitörés által okozott károkkal kapcsolatban, mint amire eredetileg számítottunk. There are several concerns. Számos aggodalmunk van. Az első. More than half of the researchers have been infected by the T-virus and died. Több mint a kutatóink fele megfertőződött a T-vírusról és meghalt. It has also been reported that almost all of the survivors of this accident are starting to show the symptoms of the T-virus infection. Valamint ugyanúgy jelentették, hogy több mint a túlélők... De... várjunk csak... Almost all. Tehát szinte az összes túlélő most már kezdi mutatni a T-vírus fertőzés első jeleit, tüneteit. Második aggodalom. Our secret security patrol team has been also been completely eradicated. Ami szuper titkos biztonsági... biztonsági csapatunkat szinte teljesen megsemmisítették. Therefore, our most secret research is in danger of public disclosure. Emiatt, ami legtitkosabb kutatásunk is veszélyben van, hogy kikerül a nyilvánosság elé. Quick actions are demanded to prevent mass media coverage. Gyors eljárásokat követelünk, hogy megelőzzük a masszív média feltárást. Harmadik aggodalom. There is a high possibility that most of the specimens are running loose inside the compound. We expect many casualties to follow. Elég nagy a valószínűsége, hogy a tesztelanyag nagy része szabadon rohangál a... Szabadon rohangál a létesítményen belül. Emiatt
Számos áldozatra számítunk. However, yet unfortunate, these casualties underscore the success of our research results. Actions must be taken to prevent our research results from being made public. Habár ám, yet unfortunate, these casualties underscore the success of our research results. Habár, bár szerencsétlenségnek hangzik, ezek az áldozatok messze aláássák a kutatásunk sikerességét, a kutatásunk eredmények sikerességét. Muszáj azonnali intézkedéseket hoznunk, hogy a kutatási hogy a kutatásunkat kiteregessék a nyilvánosság elé. Konkrétan a kutatási eredményeinket. Pont. We suspect the first official intervention will come from the State Police and STARS. Arra gyanakszunk, hogy az első beavatkozás a helyi rendőrerőktől és a STARS-tól fog érkezni. We strongly recommend taking measures against them first. Erősen ajánljuk, hogy intézkedéseket tegyen először velük szemben. Huff, oké, ez annyira nem is hangzott rosszul, mint ahogy szokott hangzani. Jó, viszont Jill valaga jó, tele van rakva mindenféle jóval, szóval azért a gránátvető töltőnyért még vissza kell jönnünk. Amúgy is felfele kell mennünk a képi anyagszobába. Fel-fel. És ha minden igaz, a képi anyagszobában fogjuk megtalálni az utolsó kulcsot, ami kell nekünk. Konkrétan a generátor területnek a kulcsát. Na. Tárgyládikó nyílik. Szerencsére többször nem volt szükségünk a kerozinos flaskánkra. Egy gyógyszert elrakok. Mindené. Szuper. Jó. Ó, Jill, kérlek, ne. Oké, köszönöm. Na akkor képi anyagszoba érkezünk. Befelé. Mondom befelé. Befelé. Köszönöm. Na. Itt találjuk meg az utolsó MO-lemezt. Valamint találunk itt elsősegészprét is. Nézzük csak. Ó, itt a laboratórium térképe. Nagyon király. Találunk itt puskatöltényeket. Más érdekesség. Ó, biztonsági protokollok. Na, ez az utolsó feljegyzés, amit... Nem, utolsó előtti feljegyzés, amit el kell olvasnunk. Talán vagy az utolsó, teljesen mindegy. Hú, kezdjük el. Ezen az utolsó két feljegyzésen szoktam elvérezni. A faxon meg ezen. Na, első szint. Helikopter leszállóhely. For executive use only. Csak is igazgatósági használatra. This restriction does not apply in the event of an emergency. Ez a korlátozás nem érvényes vészhelyzet esetén. Basement level 1. Alagsor első szint. Passage to heliport. Bont. Átjáró a helikopter leszállóhoz. Entry is prohibited unless accompanied by a consulent researcher or the chief of security. A belépés... Ha jól tudom, a prohibited az a megtiltott, azt hiszem. A belépés megtiltva, ha csak ez nem egy konzuláns kutató, vagy pedig a biztonsági szolgálati főnöke személyével együtt történik. An authorized person entering the heliport will be shot on sight. Azon személyek, akik
kik illetéktelenül tartózkodnak helikopter leszálló helyen, azonnal lelövik. Elevator, lift. The elevator stops during emergencies. A lift leáll a vészhelyzetek esetén. Basement level 2. Alaksor második szint. Visual data room. Képi anyagszoba. For use by special research division only. A különleges kutatási divízió használatára. Csak is kizárólag. All other access to the visual data room must be cleared with Keith Arving, room manager. Minden más hozzáférés a képi anyagszobához előzetes egyeztetést igényel Keith Arvinggal, a szoba menedzserével. Basement level 3. Sőt, nem csak neki kell engedélyt adnia Keith Arvingnak. Na, lapozzunk. Basement level 3. Vagyis alaksor harmadik szint. Prison, börtön. Sanitation division controls the use of the prison. Az egészségügyi divízió irányítja a börtönnek a használatát. At least one consultant researcher, zárójelbe E. Smith, S. Ross, A. Wesker, micsoda, must be present if viral use is authorized. Legalább egy konzuláns kutatónak, zárójelbe E. Smith, S. Ross, vagy Albert Wesker, zárójelbe zár, nak jelen kell lennie, hogyha a vírust használják. Triple lock door. Tripla záras ajtó. Entry into the room is limited to the sole person who deactivates the lock with all of the passcodes. Belépés a szobába limitálva van azon egy személy számára, ki deaktiválja a zárat az összes belépőkóddal. Accessing to the exclusive output terminals located in each section of the senior researchers deactivates the lock. Jó. Accessing the exclusive output terminals. Az exkluzív kiadó terminálokhoz való hozzáférés csak is a vezető kutatók által történhet a megfelelő szekcióban, melyek deaktiválják az árat. Huff! Power room, generátorszoba. In this room, nitro compound is used as the primary fuel source of power. Ebben a szobában... Nézzük csak... compound anyag, azt hiszem. Nitro alapú anyag van használva az elsődleges... mint elsődleges üzemanyag, hogy energiát teremtsünk elő. Azt hiszem, jól fordítom, igen. Access is limited to headquarters supervisors. A belépés csak is központi szupervizorok számára engedélyezett. This restriction may not apply to consultant researchers with special authorization. Ez a korlátozás nem vonatkozik a konzuláns kutatókra, ha különleges special authorization, várjunk csak, hogyha speciális hozzáférést kapnak. Passcode output terminals. Belépőkód kiadó terminálok. Use and access to the of the output terminals is limited to authorized senior researchers. Felhasználás és hozzáférés a kiadó terminálokhoz csak és kizárólag a vezető kutatóknak engedélyezett. Basement level 4, és végre az utolsó papírra is elértünk. Alaksor negyedik szint. Regarding the progress of Tyrant after the administration of the T-virus, illegible hereafter. A Tyrant haladásával kapcsolatban, miután beadtuk neki a T-vírust, innentől kezdve sajnos olvashatatlan az üzenet. Hó, végre, szuper. Audiovizuális anyagok vannak itt eltározva. Semmi érdekes. Itt videók vannak. Biztonsági kamera felvételek. Itt valami érdekes? Nem, semmi. Oké. Okay. Na, akkor hát, van itt egy diavetítő. Nézzük csak meg. Umbrella bioorganikus fegyverek jelentés. MA-39 Cerberus. Ez a kutyus. FI-03 Neptune, a.k.a. Nemo. MA-121 az Istenverte Hunter. És a T-002-es, a Tyrant.
Felhívom a figyelmet a sorszámra, nem ő volt az első. Valamint, íme a bioorganikus fegyverkutatási csoport, fejlesztési csapat. Nem tudom, ismerős nektek a jobb szélre látható fiatalember, a napszemüveges úr. Nos, itt pedig egy hosszú-hosszú kódsort láthatunk. Ezeket a számokat hivatott kicsit lelimitálni. A piros filterek. 8462. Ezzel tudjuk kinyitni ennek a szobának egy rejtett részét. Használjuk ezt a terminált ehhez. 8462. Ott találjuk meg a generátor szobának a kulcsát. Nyitni. Ide veled. Vizsgáljuk is meg. Egy elektromos szimbólumban rányomtatva. Szuper. Valamint itt van egy kis felszerelés. Valamiféle fajta képszerkesztési felszerelés. Úgy néz ki, hogy itt meg tudod nézni Kenneth filmjét. Emlékeztek még a legesleges, a játék legeslegelejére? Hogy a legeslegelső zombikiből vacsorázott? Az volt szegény, megboldogult bajtársunk Kenneth, akitől el tudtuk venni a ruhájába épített biztonsági kamera felvételét. Nos, itt meg tudjuk nézni, hogy mi történt vele. Nos, röviden tömören ennyi történt vele.